az utcán, és látok, nem köszöntök már, hátam mögött még, úgy se szól, mint rég, úgy érzem, elfelejtették. Vagy messze elcsavarodtunk, a kék ég alatt ránk sütött a nap, ránk csáltuk a tök magokat. Te jobban hasonlítasz rá most így. A saját önmagadra. De el van torzítva valamit. De amikor te is megerősítettél. Én néztem ott a falon, és ettől... Van szemüvegem, hogyha akarok. Tudod milyen, nekünk is volt valamelyik kis tagnak. És átadtak nekünk a belakulásokat. Nem hittem, hogy egy nyugat-európai, nyugat-német tagállamhoz. Följött a nyugat-német hangfúrból az igazgató, átállam. Na, az erdőség nem hittem ki. És két nap volt egymás után, naponta négyüket átállnak, most valamit másnap majd ők is átállnak. Hát csak tőle szomorú vasárnap, hát azért ez a szócban nem volt olyan egyszerű egyik napról a másikra csinálni. Másnap jön fel az erdőség, hogy megint átadták a Frankfurtot. Az Omega akkor is a miénk és a magyar hangbevett nyelvű vállalat nevében átadom, mit tudom én milyen izét. És oda megyek, átveszem, és tudod, hogy az ember így kinyitja. Poncsuzsának az öcsön. Csak tudod, valamit neki át kell tartani, Zsuzsától elkérték. Te valaki. De sőt, volt egy olyan is, egy ilyen pici kis valamilyen szalmas, hogy a miénk, ez a kisebb, nem emlékszem arra ugyanakkor, azt mondja, de mégis a miénk, és valami... Hát az volt az. Az a izé. És az Zsuzsának valami említve, hogy te jól vagy, mint a 250 kilométerrel arra, milyen szerződéseket voltunk, és Sándor Csikarnak a többiek. Ja, igen. 77-ig ki nem mehetett senki. Akkor is csak 30 év. Igen. Még egy hármas fotót is csinálok. És akkor benne a rádióban volt valami, és akkor meg nem tudom csempolni. A következő. Csípő fogunk. Megnéztük a körülbelül a csempalóból. Elég hosszú. És pont oda itt. De aztán elég hát igen, ez minden. Hát aztán időben hozták. Akkor már kezdték. De az első de a probléma az, hogy nem volt hangszóra. Nem volt jó hangszóra. Nem tudom, tudjátok, a tastbasszus gitár. Elmentünk egy hangszóra készítőhöz, és megcsináltam. És de várjál, és akkor tast elkezd játszani, és teljesen hangos. Teljesen rossz helyre rakták a bundomat. Ezeket. És akkor utána mi ceruzával belőttük, hogy hova kell rakni. Igen, ott van a Tököli út között. Hetes is. És ott csináltuk. És akkor rárak már még egy réteget, mert egy kicsit hosszabbat kell. Mert ez a hülyezen, pasas nem értékelte, hogy ez hosszabb. Hosszabb, 10 centivel, de hát mi már magunk.
Ez amit nem tudnak az emberek. De azért megszenvedtetek azon a kis tekercsekkel. De jó, de jó, 10 000 tekercs. Igen, igen. Különben most megint, most kezdtem nézni jól az interneten, hogy ott van, a Krapek mutatja, ez én moziban, hogy ő hogy csinálja maga a tekercseket. És pont úgy csinálja, csak ő neki villanymotorral megy, és automatikusan számolja a tekercseket. Én meg az amerikánerrel tekercseket. És még egy különbség van, hogy én a pickup-hoz egyéni mágneseket használtam. Ahelyett, hogy egy nagy Arnico mágnes lett volna, és akkor csak kis lágy vasakra. Tehát addig vigyóztál, az úgy, ez egy olyan mellékes dolog volt, hogy persze mindenki vigyózott, és na, hát most játszok, milyen jó szó. Nem, és mindenki a saját helyén nagyon jó szólt, tehát ti a Bercsényiben kifogástalanul, az Orányik lenne a Pincében kifogástalanul, mi meg, hát a Hesszandrás téren, nem lehet jó szólt, mert a Maudákban. Nem tudom, én emlékszem, amikor először megjelentünk, ti ott játszottatok, és akkor felibegtünk. Milyen jó szólt az egész? Mert az egésznek volt egy zengése, mert a tietek az is egy menza volt. Hát én menza volt. Az Orányéké, hát az egy kicsit. Igen, de neki beszólt a mázli, mert körülbelül akkor nem kellett hozzá sok. És nekünk meg ott meg kellett küzdeni a zengés fogással, de az meg adott hozzá egy ilyen monumentalitást. Tehát, igen. És aztán a Narusz, amikor bementünk és játszottátok a Telvő mosítányt, ja. Milyen jó szó volt. Köztoló áramköré. És hát most persze be van építve az erősítőkbe, de hogy megvan az eredeti hang, és akkor hozzáadsz egy fázisba eltolt hangot, és akkor az egész nem tremoló, nem visszhang. Valami egészen más. Amikor pörgetjük a hangszert. Hát a Leslie. Hát a Leslie. Az az egyik, de van... Csak a Leslie az töröm. Itt van szóval. Töröm. Van, amit szemlettünk. Az is látható. A lángteti magasabban van, persze. És a lángteti nagyon neki nagyon jó. Sőt, a lángteti, amit kettőt csináltunk, 1964-ig kértélem kölcsétőlünk egy héten koncertezni. A Benkölaci és a koncertsőcsi. Igen, de a célnak az olajítás az annak a könyvét, amikor kiadták a Rock Circus, akkor meghívott a bemutatóra, és akkor a Bódi azt mondta, hogy ő azért köszöni azt, hogy bevettük a kanócbrigádba. Tehát emlékezett rá, hogy a pályája úgy indult, hogy...